Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. december 13-án, szerdán pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Adventi koncertet rendeznek a római katolikus templomban. Adventi kalendárium nyitogatással várják a karácsonyt a Keviben. A tabella negyedik helyén zárta az őszi szezont a kiskörösi NKSS-e U19-es csapata. A Kiskörösvárosért Alapítvány szervezésében adventi koncertre kerül sor december 17-én, 15 órakor a Római Katolikus Templomban, amelyen közreműködik a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának kicsinyek kórusa, valamint az Ambrózius énekegyüttes is. Alapítványunk az idei évben is megrendezi hagyományos adventi koncertjét Kiskörösön a Katolikus Templomban. 2023. december 17-én 15 órakor. Szeretettel várunk mindenkit, aki velünk együtt a zene útján szeretne készülődni karácsonyra, Jézus születésének az ünnepére. A koncertünkön közreműködik az Ambrózius énekegyüttes és a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának kicsinyek kórusa. A rendezvény bevételét az új köztéri Petőfi bronz szobor felállítására fordítjuk, mely a költő szülőháza előtt kerül elhelyezésre. Hangolódjunk együtt az ünnepre, és várjuk együtt a karácsonyt. Jelenlétével támogassa ön is a Kiskörös Városért Alapítványt. Legyünk most is hívőek az őseinkhez, hiszen 1861-ben is a kiskörösiek adományból állították fel az országban az első Petőfi szobrot. Most is kérem önöket, segítsenek, és állítsunk fel egy gyönyörű Petőfi szobrot a városban, a szülőház előtt, ami igazi, modern, mostani kivitelű szobor lesz. Kérem a segítségüket, csekket és a bankszámlaszámot Kiskörösváros önkormányzatánál, a Turinform irodában, az intézményeinkben meg lehet kapni és találni, és én nagyon bízom benne, hogy a kiskörösi hírek újságban is ott fog lapulni egy csekk. Kérem segítsenek, állítsuk föl együtt az új Petőfi szobrunkat. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának pedagógusai és diákjai immár 5. éve várják együtt a karácsonyt közös adventi kalendárium nyitogatással. Az idei évben a kalendárium ötletgazdája Pék Henrietta pedagógiai asszisztens, akinek ötletei évről évre igazi meglepetést tartogatnak a diákoknak. Immáron 5 éve, hogy a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának pedagógusai és diákjai különleges adventi kalendárium nyitogatással készülnek az év legszentebb ünnepére. Az idei évben is Pék Henrietta nevéhez köthető az alkotás, mely személyes inspirációjának köszönhetően valósult meg. Idén márciusban voltam először Szlovákiában síelni, és nagyon megtetszett az a világ, az a hegyes dombos vidék, illetve nagyon szeretem a kis falukat, és hát ez inspirálta a mostani idei adventi naptárat. A kalendárium néhány igazán egyszerű eszközzel és anyaggal valósult meg, így egy kis kreativitással akár mi magunk is készíthetünk hasonló adventi kalendáriumot. A mostani adventi naptár alapja a szongarocell és karton, és a hegyvonulatok pedig újságpapírból vannak, és textillel ezt letakartam, és lefestettem gipszel, és igazából ez a hegynek az oldala. A hegy mellett egy kisváros és egy vasútvonal is megtalálható, mely mind a Pék Henrietta által választott meséhez köthető. Az adventi program az úgy néz ki, hogy hát a tavalyi évvel ellentétben nem 24 mese van, hanem egy mese van, és minden nap különböző osztályok hallgatják meg ezt a mesét, és ehhez kapcsolódik a játék, illetve ugye a képű megjelenítés is. A gyerekek miután meghallgatták a mesét, ők maguk is a történetben eltűnt szánkó után erednek. Ezt úgy tudják megtalálni, hogy a számozott házikók alatt vannak kis kártyák, amik kaparos sorshegyek, és annyi kártya van, ahány vagy amennyi az osztály létszám, és ezt lekaparják, és az alsósoknak csak szavak vannak, amik annak a helyszínnek a tulajdonságait írják le, ahol a kincs van, és így könnyen meg tudják találni, illetve a felsősöknek próbáltam picit nehezíteni,
nekik mondatokat kell összerakniuk számok és színek alapján, tehát itt már csoportmunka is van. A játék mellett a történet a gyerekeket nem csupán egy téli mesevilágba kalauzolja el, hanem megtanítja őket, hogy Isten a nehéz helyzetekben is jelen van, akihez bátran bármikor fordulhatnak. Immáron negyedik alkalommal hirdetett Mikulásváró, Mikulást hívogató szavaló versenyt a Petőfi Sándor Művelődési Központ. Az online formában megvalósult versenyre 9 gyermek nevezett, akiknek a szavalatát az intézmény dolgozói, valamint a Kiskörösi Irodalmi Társaság tagjai közösen értékeltek. A Petőfi Sándor Művelődési Központ idén ismét megrendezte Mikulásváró, Mikulást hívogató versmondó felhívását, amely ez alkalommal is online formában valósult meg. Mi ezt akkor indítottuk, amikor sajnos a Covid-járvány pusztított, és szerettük volna megtartani a kapcsolatot azokkal a családokkal, akik hozzánk jártak be különböző foglalkozásokra, és akkor gondoltunk egyet, hogy hirdetünk egy ilyen online versmondó pályázatot, úgyhogy továbbra is videó formájában vártuk ezeket a szép alkotásokat. A negyedik alkalommal megrendezett versenyre 9 gyermek készített videót, melyeket az intézmény dolgozói, valamint a Kiskörösi Irodalmi Társaság tagjai közösen értékeltek. Amit figyelembe vettünk, az a kiválasztott versnek a hozta, az, hogy mennyire szépen érthetően mondják el a verseket, és azért pontoztuk azt is, hogy hogyan van felöltözve a gyermek, illetve milyen környezetben mondja el ezt a verset. A versmondóra 4-től 10 éves korosztályban jelentkeztek a gyerekek, akik közül a 10 éves Varjasi Petra bizonyult a legjobbnak. Ceglédi Gabriella, jön már itt a Mikulás, jön már itt a Mikulás, fehér krémes hósapkás, 7 mérföldes csizmája, a világot bejárja, hatalmas puttonya, ajándékkal megrakva, jó gyerekek megkapják, megtelnek a kis csizmák. Emellett külön díjat is osztottak a versmondó során, amelyet a Kiskörösi Bem József általános iskola első C osztálya vihetett haza. Az eredmény hirdetésre december 6-án az intézmény közösségi oldalán került sor, ezt követően pedig a nyertesek jutalmai is átadásra kerültek. Varjasi Petra a Kiskörösi Turinform Iroda fölajánlásával egy nagyon klassz társasjátékot kapott, egy gazdag Mikulás csomaggal, illetve az osztályt is ezzel a társasjátékkal jutalmaztuk meg, és ők is sok finomságot kaptak mindahányan. A zsűrinek egy igazán színes Mikulást hívogató szavaló versenyben volt része, hiszen a 9 gyermek szavalata között számos olyan vers szerepelt, amelyek kevésbé közismert költemények, ezek pedig megtalálhatóak a Petőfi Sándor Művelődési Központ közösségi oldalán. Az adventi időszakban már javában tart a karácsonyra való készülődés, azonban ez számos veszélyeket is hordozhat magában, hiszen az adventi koszorú vagy a karácsonyfa is könnyedén meggyulladhat, ha nem vagyunk elővigyázatosak. Már javában tart az adventi időszak, melynek meghatározó részét képezi a karácsonyra hangolódás, az ünnepre való készülődés. Ilyenkor meggyújtjuk az adventi koszorún a gyertyákat, felállítjuk a karácsonyfát, valamint ünnepi díszbe öltöztetjük otthonunkat. Azonban, ha nem vagyunk elég körültekintőek, a karácsonyi készülődés örömét könnyen beárnyékolhatja egy esetleges tűzeset. Az adventi időszakban megnövekednek a lakástüzek száma, igaz ezek jó szerűvel ilyen kisebb tüzekben valósulnak meg, de azért minden napra jut egy lakástűz, amiben esetleg egy szoba vagy egy lakás is kiéghet.
Ennek oka, hogy ebben az időszakban több időt töltünk otthon, így többet fűtünk, valamint több elektromos eszközt veszünk igénybe, ezzel pedig megnő a veszélye a tűzesetek előfordulásának. A karácsonyi készülődés során pedig elkerülhetőek a tűzesetek, ha elővigyázatosak vagyunk például az adventi koszorú elkészítésekor. Itt oda kell figyelni a készítésnél is, hogy a gyertyák alatt olyan fémlapot vagy olyan nem éghető anyagot helyezzünk el, ami megakadályozza a tűz terjedését, és a koszorút is olyan helyen helyezzük el, tehát nem asztalterítőre rakjuk, vagy olyan helyen helyezzük el, ahol van még más éghető anyag is. Plusz, hogyha gyertyát gyújtunk, figyelnünk kell arra is, hogy az biztonságos helyen legyen, tehát újjáálljon az a gyertya, ne tudjon felborulni, közelében ne legyen más anyag, ami tud égni, és hogyha felügyelet nélkül hagynánk, azt ne tegyük, mindenképpen olcsuk el, és úgy hagyjuk el azt a helyiséget, ahol a gyertyát gyújtottuk. Emellett fontos, hogy a karácsonyfára feltett égősor is biztonságos legyen a lakástüzek elkerülése érdekében. Az égősoroknál nagyon kell figyelni, hogy honnan szerezzük be ezeket az égősorokat. Biztonságos forrásból szerezzük be ezeket mindenképpen, mert az nekünk jó szolgált fog tenni. És figyeljünk arra is, hogy a már használt égősorok, ugye, ahogy összeszoktuk szedni, ne legyen törzezett vagy bármilyen sérülés rajta, mert az további veszélyeket okozhat. Ha elhagyjuk a helyiséget, mindenképpen húzzuk ki az égősorokat. Csillagszóró használatakor pedig kerüljük el a karácsonyfa környékét, hiszen a fák gyúlékonysága napról napra fokozódik, így a kiszáradt és gyantás fenyőfa már a legkisebb gyújtóhatásra is meggyulladhat, ezzel további károkat okozva otthonunkban. A kiskörösi NKSS-e U19-es csapata az országos korosztályos bajnokság harmadosztály H csoportjában szerepel. A gárda számára november 20-án véget ért a bajnokság őszi fordulója, így 8 mérkőzés lejátszása után jelenleg 10 ponttal a tabella 4. helyéről várják a tavaszi fordulót. A korosztályos bajnokság harmadosztály H csoportjában szereplő kiskörösi NKSS-e U19-es gárdája a tavalyi szezonban megnyerte a bajnokságot, azonban nem lépett feljebb az együttes, hiszen a csapat játékos keretében számos változás történt az elmúlt időszakban. 4-en lettünk kevesebben tulajdonképpen, tehát a serdülőből kellett feltölteni, és hát örömmel mondom, hogy ez az osztály jó nekünk, a serdülők szépen tudnak fejlődni, kezdenek belerősödni ebbe az osztályba. Cérna János elmondta, hogy az idei szezonban az a célja az együttesnek, hogy a bajnoki tabella első 4 helyezettje között végezzenek és bekerüljenek a felsőházi rájátszásba. A közel 14 fős gárda 8 mérkőzést játszott az őszi fordulóban, melyből 5 győzelemmel, 3 pedig vereséggel zárult. Volt 2 egygólos vereségünk. Na most, hát aki úgy közel van a tűzhöz, azt tudja a csapatjátékoknál, hogy egy góllal kikapni. Most más a labdarúgás, mert ott azért egy 1-0-as vagy 2-1-es meccsek, tehát az nagyon sűrűn van, de kézilabdába egy góllal kikapni, vagy egy pont a kosárlabdába, tehát az nem egy szerencsés dolog. Minden esetre így alakult. Hát a hibáinkból remélem majd tudunk tanulni. A serdülőkorú játékosok ifjúsági csapatba való beépítése továbbra is fontos az egyesület számára, emellett pedig felsőbb korosztályokban is megmérettethetik magukat a fiatalok. A serdülőket a felnőtt csapatba is elkezdjük beépíteni, ami megint csak azért én úgy gondolom, hogy egy hosszabb folyamat. Hát egy ilyennek, hogy valaki serdülőből beépüljön a felnőtt csapatba, még akkor is a megyei első osztály, azért az 2-3 év kell neki. Én úgy gondolom, hogy időarányosan haladunk ezzel is. A kiskörösi NKSS-e U19-es csapata jelenleg 10 ponttal a tabella 4. helyén áll a 7 csapatos bajnokságban. A tavaszi forduló pedig február 12-én kezdődik a lányok számára, amelyen a kiskunhalasi UKSC gárdájával mérkőznek meg a városi sportcsarnokban. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. Adventi koncertet rendeznek a római katolikus templomban. Adventi kalendárium nyitogatással várják a karácsonyt a Keviben. Ismét megrendezte Mikulásváró szavaló versenyét a Petőfi Sándor Művelődési Központ. Legyünk óvatosak az adventi időszakban a tűzesetek elkerülése érdekében. A tabella 4. helyén zárta az őszi szezont a kiskörösi NKSS-e U19-es csapata.
Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, valamint holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően Kiskörösváros önkormányzatának testületi ülését tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!